Mikor? Egy fél órán belül lesz. És innen mentek, vagy honnan mondjátok? Hát, nem biztos, mert itt van. Adjon Isten! Jelasszok te! Petyár úr! Csak ide érünk mi is! Maminak az új ruháját. Apróka, ráncsd el, az a lényeg, úgy tekeredjen rá, el tud rántani. Hát meg most már. Két testő barátom. Erik Ábradesz, kigyöngült formációnak. Zoltán, tettél a rendesen? Nem még. Szolid a neve? Jó. Hát akkor majd lesz most mit postolgatni, jó? Tehát két rippel vesz vele a rafal. Jó, tehát a produkcióhoz be kell egy picit melegíteni, úgyhogy majd Zoltán egy kicsit velünk együtt meg fogja mozgatni egy picit a testét. Mutatjuk előre a gyakorlatot, lemegyünk ide majd fekvőtámaszba, egy kezet kirakjuk, és mehet egy bár egy kezes fekvőtámasz. És igen, lehet tapsolni ám, azért ez nem semmi. Jó, másik kézzel is meg. Persze, hogy meg. Nem oldalasak, Poli. Nagyon jók vagyunk. Jó, vállak bemelegettek. Érzem már, alakul. Most már a csípőnek is kell egy picit lazulnia. Következő feladatként
majd azt fogjuk csinálni, hogy Viktor nagyon szépen, szépen levegyünk Spárgába. Azaz, igen, legalább megpróbálja! Ugye azt azért tudni kell, hogy Rippel testvérek nincs meg egy kis egyensúlyozás, kézenállás nélkül. Úgyhogy kedves Zoli, mit szólsz hozzá, ha itt fölvennél egy kicsit a kezedre, és megpróbálnál itt egy kézenállás például? Megcsinálja! Azaz, nagyon jól lesz, igen! Úgyhogy semmi extra, segítünk, itt vagyunk, úgyhogy nem fogsz fejre esni. Nem csipendéles produkció várható, hanem leveszi ezeket az óriás eszközöket magáról. Betyárosan! Wow! Egykezes! Yeah! Hát az igen! Szerintem a legjobb embert hívtuk fel. Viszont most az a kérésünk, hogy segítsetek, mert elindítjuk a produkciót. Ha bemelegedve érzed magad, minden izmod, készen áll, akkor mehet, ugye? Na, akkor segítsetek egy picit hanggal! Csizmáját kérem szépen, emeld meg kérem szépen a két lábra, és a lapockámat számasz neki. Vigyel Rippán Ferenc kézzel állítól. Na most, hölgyem is uraim, keményen vagytok? Zoltán meg vagy? Kezed a földön magad mellett támaszkodni, keményen!
Tegyenek, hát mi az? Kármit is a vonat tanultatta! És már nem maradj el nélkül! Anyád Isten! Mindenkinek egészségére! Mindenkinek a vendégei vagyunk! Ez jó hangzik! Ki még oda, azt megisszuk! Nem nagyon mozdul ez a néped! Úgy látom, elismerem a kisnálónál! Igyunk komább! A tegnapi bal! Hát jó van, kapusta kézelék is volt hozzá! Igyunk most már! De nincs mit! Hozzam már a borászlegény, nézd de csak el! Jankó bácsi! Ez igen! A gyöngyös torjáni borászok lenni, mindig lehet számítani! Erről nagy ilyesége, jó nagy ilyesztetek benne tervünket! Nem igazán lakartunk csak ez a fejedre! Azt gondolta, hogy minden por az övé! Mi a tanulság? Ígyunk jó! Egészségük! Nekünk ne valljuk be, hogy kinek a farán élveztük magunk! Vigyatok már kész! Mit csinálgatok? Húzzad meg fel és add tovább! Benéki! Megint! Isten, Isten! Papi! Egészség!
Én nem, mert fejemnek megy az ital. Tomám, ugye? Menjünk a kordban, menjünk a barangban. Ma meg ilyen kalandot nézik, mert neked nem is ad látni. Látjátok, hogy vele kábor? Én nem is értem. Amíg a köcsög is megmarad. Az a szerencsé. Nem is értem, mi hívd a tűzről pattantnak. Kumorakod be! Hello! Várjál már, de a mennyire! Azt hívd be! Hallod, a felem nem is a tiéd! Nem baj! Menjük!